Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A szélsőséges, de azért eredményes Atkins diétáról fogok beszélni, és megpróbálom azt az utat követni, ahogy ez eljutott végeredménybe, zökkenőkkel és nem is véglegesen a low carb high protein diétáig. Tulajdonképpen azzal indult a dolog, hogy hogyan alakultak a diétás irányelvek az USA-ban. 70-es években volt ez az infarktus epidémia, magasabb koleszterin szinttel, akkor országos zsírbevitel csökkentő intézkedéseket kezdtek el, lecsökkentették az állati zsírokat 56%-kal, a vajat 31-el, a növényi olajokat azért azt emelték, de nem annyira, 44%-kal, és a 8 kg vaj helyett 4,5 kilót, a margarin 1 kilót fölemelték 3,5 kg-ra, de hoppá, itt a TFA már benne volt, a tranzsírsav. És hát az amerikaiak átlag koleszterin szintje az 10%-kal csökkent azért a zsírszegény diéta hatására, meg az ISB mortalitás is. De tulajdonképpen a Nurses Health Study, ami a Harvard Egyetemtől Wild professzoriktól 116 ezer ápolónőnek a vizsgálatát jelentette, az kimutatta teljesen váratlanul, hogy a margarin és a szívinfarktus gyakoriság között, a tranzsírsavas margarin és a szívinfarktus gyakoriság között pozitív összefüggés van. Mi annak idején jelesen támadtuk itt nagy szájban a Willettet, meg a Harvard Egyetemet, és tartottuk magunkat az amerikai mezőgazdasági minisztériumnak a elég deformált véleményéhez, de aztán rájöttünk, hogy igazok van, rájött a tudomány is, a tudomány megállapította, hogy a tranzsírsav a bűnös, és egyébként pedig a gyárak pedig ráálltak arra, hogy a mostanában forgalmazható, nálunk kapható margarinokban 1% alatt van már a tranzsírsav. Atkinsről később fogok beszélni, de azért itt már megemlíteném, hogy 2001-ben ő a nagyon korán ugyanerre rámutatott, mint egyik lehetőségre. De nem is ez annyira a lényeg, hanem ez, ami itt van, hogy az amerikaiak a ajánlások hatására zsír helyett szénhidrátot egytek, és a szénhidrát fogyasztás 7-16%-kal emelkedett, és ezzel párhuzamosan az obezitás aránya 14,7%-kal 30 év alatt 30%-ra emelkedett, úgyhogy ez volt mit megmagyarázni ebben az ügyben. Itt van Robert Atkins és a első könyvével 992-ből, ami egy low carb, tehát alacsony szénhidráttartalmú diéta, ahol a fehérjét és a zsírt szabadjára engedték, sőt elvileg még a kalóriát is. Az elmélete a koleszterin megvonásával bekövetkező lipolízis beindítása állna mögötte. Tudományos háttere volt először a nagy populáris vizsgálatok, a Nurses Health Study, aztán 2003-ban Atkins már kiadta az új diéta forradalmát, 10 milliós példányszámban Atkins Center alakult ki New Yorkban, 60 ezer regisztrált kezelt elhízottal, 20 millió elhízott volt az Atkins diétán ebben az időben az USA-ban, és 1980 óta egymás után jöttek az Atkins diétával kapcsolatos sztadik. Atkins nem elégedett meg azzal, hogy a diétáról beszélt, ő egyébként is egy életmódprogramnak tartotta ezt, hanem komplettizálta, üzleti fogásokat vezetett be, szénhidrátszegénylisztet, recepteket és a többit, és hát ez a diéta, tessék megnézni, itt van még az a 2004-es amerikai report rangsor, hogy a legjobb diéták közé tartozik, még most is, pedig már Atkins elhalt, szegény 2004-ben azt állították róla, hogy a kövérségbe halt meg, szegény megbotlott a Times Square-en egy kőbe, és néhány nap múlva agysérülés következtében meghalt. Ennek a diétának a kivitelezéséről sokat nem akarok beszélni, csak főleg az első fázis, valami szélsőséges, 20 g szénhidrát, amit adnak, ugye az 2 deka, hát az a minimum. Ketózis lesz tőle, ami kimutatható. A második fázisban heti 5 g-mal növelik a szénhidrát bevitelt, mindaddig, amíg megáll a fogyás, ezt nevezik kritikus szénhidrát szintnek, és utána már az a feladat, hogy fenntartsák ezt az elért fogyást, de akkor 10 g emelésekkel titrálják ki, hogy meddig lehet fölfelé menni, és a végén a testedzés is nagyobb szerepet kap. Ebből az ábrából csak arról beszélnék, hogy mi tilos itt az Atkins bevezetővel, gyümölcs, kenyér, tészta, rizs, krumpli, hüvelyesek,
zöldségnél már számolni kell a szénhidrát tartalmat, és mit szabad, minden halat, minden szárnyas, minden tengergyümölcsét, minden vöröshús, mindenféle tojást. Itt van egy jó reggeli étrend, tojásrántottával nem is olyan rossz. Itt viszont összeírtam 10 mellékhatását az Atkins diétának, a legfőbb az, ami a magas terítettzsír bevitelből adódik, ugye a koleszterin szintet emeli és kardiovaszkuláris rizikófaktor. A magas fehérjebevitelt is sokan kifogásolják, de ez igazából csak a vesebetegségnél probléma. Ketózis alakul ki, és olyan rossz lehelet, és tulajdonképpen egy ilyen ketostix papírral ez dokumentálható, csökken a rost és a kálcium bevitel. A betegek két napig éhesek, a harmadik napra megjelenik az acetol a leheletben és a vizeletben, és akkor már nem éhesek. A szénhidrát megvonásnak is vannak melléktünetei, kálcium hiánynak esetleg oszteoporózisig, elvileg a választék csökken, ha nem ehetünk mindenfajta ételt, akkor nem kiegyensúlyozott az étrend. És hát a cukor-szénhidrát bevitel csökkenésével elvileg megvan a lehetősége, hogy a szerotonin szint, a boldogság hormon szintje csökkenjen. Most, amikor így agyon vágtam ezt az Atkins diétát ezen az oldalon, akkor utalok arra, hogy a végén meg fogom mutatni a záróképen a sztár diéták segítségével, hogy lehetett Atkins diétával fogyni, hogy valami egyensúly legyen, hogy még egyszer visszalépjek. Én most nem az Atkins diéta favorizálásáról, hanem egy folyamatról beszélek. Vannak módosított Atkins diéták is, Európában például a Low Carb Europe program 12 nap alatt jut el oda, hogy annyira leépíti az ételeket, hogy aztán akkor ne hirtelen, hanem lassan kezdődjen el. Itt van a könyv róluk, amit Bedros és munkatársai írtak erről Magyarországon. Aztán itt van a déli parti diéta, Egerton kardiológus, ami abba különbözik az Atkinstől, hogy értelemszerűen azt mondta, hogy a zsírokat, zsíros húsokat tiltsuk ki ebből a diétából. A tudomány is rászállt az Atkinsre, be akarták bizonyítani, hogy ez gyenge, hibás, mellékhatásokkal teli diéta. És nagyon korrektek voltak a tudósok, amikor az ellenkező eredmény jött ki, hogy az Atkins megverte a Zone, a Learn, az Earn is, a Learn az a hivatalos amerikai diétát is, lehet látni, hogy itt milyen kiló különbség voltak. És a másik dolog pedig az, hogy kijött tulajdonképpen az, hogy az első fél évben 3-4 kilóval többet lehet fogyni az Atkins diétával, mint mondjuk egy low fat diétával. Sajnos, ha egy év múlva ezek az eredmények nem jöttek, de ennek a fő oka a compliance-nek a leromlása volt, ki tud egy év után szénhidrát köretek nélkül étkezni. És utaltam rá, hogy Atkins tulajdonképpen egy életmód programot csinált, nem is diétát, nem így hirdette ő, őnek ez volt a nagy húzása, hogy változtassuk meg az életmódot, és hosszabb lesz az életünk, és hát a rizikófaktorokat is dokumentáltan csökkentette, főleg ebben az Öko Atkins formával, ahol növényi forrásokból nyerte a fehérjét, ez 129 ezer betegnek a vizsgálatokba jött ki. Ez itt egy kis kitérőt, hagyd tegyek két percre. Ez tulajdonképpen egy olyan elképzelés volt, mint a Polymeal program, amiről biztos sokan hallottak. Ezt most úgy rövidíteném le, hogy ha valaki naponta másfél deci bort megiszik, heti négyszer eszik halat, étcsokoládéból megeszik egy táblát fekete csokit nappal, zöldségből, gyümölcsből 40 dekát, fokhagymát és mandulát eszik, akkor 76%-kal csökkenni fog az ő kardiovaszkuláris kockázata, és mindegyik komponens külön-külön is, ahogy itt látszik, viszi le a kockázatot. Ezt most már csak haba toltán, hogy ezt megpróbálták gyógyszerbe is, a Polypill tablettában, ahol aspirin, statin, vérnyomás csökkentőket és fólsavat adtak 50 feletti embereknek, először csak precíz, tudományos vizsgálatban, aztán most ezt ráengedték Indiára, azt valahogy ezt elviselték, ugyanis itt az a probléma, hogy a mellékhatásokkal mi van, mert azért mindegyik gyógyszernek van mellékhatása, de ott olyan nagy mértékű 11-12 életév többlet alakult ki,
hogy ez a kérdés azért nem került le a napi rendről, hogy ezt egyszer univerzálják. Egyébként mi gyakorlatilag azért nagyjából ugyanezt csináljuk, ezeket a gyógyszereket külön-külön a megfelelő rizikófaktor kezelésére adjuk. Tehát de sok ilyen betegünk van, aki aszprin, statin, vérnyomás csökkentőt és talán fólsavat nem, de együtt szed. És itt van balra a amerikai mezőgazdasági minisztériumnak a piramisa. Elég furcsa dolog, hogy mintha nálunk Torján József állította volna össze annak idején a diétát, mert a másik oldalon a Harvard Egyetem szerepel, azért óriási különbség van a kettő között. Na most itt volt ez az amerikai diét, ahol kenyér, gabonafélék, rizs tésztákból 6-11-szeri dózis fogyasztását javasolták naponta. Ezt összeszámolták, ez azt jelenti, aki ezt tartaná, hogy mintha 40 deka kristály cukrot enne szénhidrátként naponta. Nem csoda, hogy az amerikaiak így elhisztak, hát a lakosság nem egész, de lett több, mint a fele ezen az úton járt. A Harvard piramis ez számízte ezt az egész finomlisztes készítményeket, meg a köreteket ide föl a piramis tetejére, a nem fogyasztható vagy alig fogyasztható ételek közé. Egy dolog járult még hozzá, ha lecsökkentjük a szénhidrátbevitelt, akkor valamit a százalékok kedvéért ugye föl kell emelni, a fehérje lett a választás. Az Európai Obezitás Társaság elnöke, Astrup professzor, rég csináltak azt a vizsgálatot, amikor különböző variáció diétákat hasonlítottak össze, és az volt az eredménye, hogy csak a magas fehérje és az alacsony glikémiás indexi csoport fogyott egy diétás fogyás után tovább, a többiek mind visszahoztak. Ez a fehérjéknek a specifikus dinámiás hatására, a telítettség érzésre, ami a legnagyobb mértékű, és a zsírmentes testtömeg megtartására vezethető vissza. Na itt van ez az amerikai ajánlás, amiről szívesen elmondtam volna azt is, ha szép fölvezetést, ha lenne rá idő, amit a Szollár professzor mondott, hogy mert a két kardiológus társaság négy másik szakterületre véleményt mondani, a libidesek közben visszaléptek, és a többi. Sok vita lesz még ezzel. Ezzel kapcsolatban aztán ugye meg kellett néznünk, hogy mit javasolnak az overweight obesity vonalon, és a kalória bevitel csökkentését emeltek ki, mint a legfontosabbat. Ezt mi is mondjuk, ezt mi se tagadtuk sose. A tápanyag összetétellel van a probléma, hogy van-e különbség. 20 évig szorgalmazták a low-fat diétát, megbukott. Most ugye előtérbe került a low-carb diéta, de mikor ezt megnézték a 13 vagy 17 fajta ilyen különböző tápanyag összetételű diétát, amire azt mondják, hogy nem befolyásolták a végeredményt, azért a Szollár professzor is biztos látta, hogy ebből a 13-ból egy esetben van, amikor high az evidencia, a többinél low vagy moderate van. Ezt ugyan nem lehet minőségileg elkülöníteni, de azért ezt megjegyezném. Tehát a high protein, 25% low carb, az magasabb evidenciájú. És van még egy dolog, amíg ezt a szénhidrátokat 55%-ra fölturbózzák minimum állandóan, itt az amerikai ajánlásban megjelent, hogy a magas szénhidrátot, az alacsony sorostú ételeket és a magas zsírtartalmú ételek, ez a három fő ellenség, azokat kell korlátozni. És nem akarok erről előadást tartani, ráadásul ez az utolsó ábrám. A MOMOT ajánlás az obezitás diétás kezelésére, tehát mi is a kalóriabevitelt tartjuk fontosnak, nőknél, férfiaknál ilyen mennyiségben, szénhidrátot lejjebb veszük, a fehérjét följebb, és hát a célkitűzés a 10% fogyás, és hát tulajdonképpen az az igazság, hogy azt el kell fogadni, hogy egy év, két év után nem tudjuk ezt az eredményt hozni ezzel a low-carb diétával, mint az első fél évben. Nem képesek az emberek egy fél év után egy fahéja, csiga, vagy egy turulcsúsza, vagy egy ilyen köret nélkül meglenni, ráadásul nincs semmi étvágycsökkentő csőszer, ezért egy év után akkor inkább indokolt, hogy próbáljuk a mozgást, meg a kalóriabevitelt csökkenteni. És akkor bevezetőjön mutatok valamit. Ugye, amikor a hatodik ábrán a Atkinsnak a 10 mellékhatását soroltam fel, az igazság kedvére, annak ellensúlyozására odaírtam, hogy ellenérvként mutatok egy záróképet,
ahol 11 világsztárnak a fényképe van, akik többször, vagy mindig, vagy valamikor Atkins diétával fogyókuráztak. Hát ezek a képek eléggé maguktól beszéltek, hogy Sandra Bullock, Jessica Alba, vagy Claudia Schiffer, vagy Sharon Stone, vagy Oprah Winfrey, vagy Heidi Klum, vagy Angelica Jolie, vagy Brad Pitt, vagy Demi Moore, vagy Jennifer Lopez, vagy Katerina Zeta-Jones, nem mindenki pont így mondja, ejti ki a nevét, ez a hivatalos amerikai kiejtés, de hát az változhat. Szóval tulajdonképpen ezek a világsztárok ideális alakkal, Atkins ide vagy oda, mégis igénybe vették ezt a diétát. Nem ez akar lenni a záró üzenet, hanem ez egy kis kilépés abba az irányba, hogy lehet látni, hogy ezek a celebek úgy tudják legjobban tartani a súlyukat, pláne rövid távon, hogyha a szénhidrátokat, a gyorsan felszívódó, magas glikémiás indexű szénhidrátokat korlátozzák. Köszönöm szépen a szíves figyelmüket!